Józsa István, az MSZP frakció vezető helyettese a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Matolcsizunk? Hát Matolcsi tett róla meg az ő kedves felvilágosító Helgája, aki dokumentálta a tényeket. Widerman Helga, igen, hát régen még a Helga az kicsit más volt a mi ifjúkorunkban, még más felvilágosítási összefüggésbe keveredett. De hogyha tényszerűen nézzük, mert ők ezt ténykönyvnek állították be, akkor van benne egy olyan tényrészlet, ami Matolcsi részéről egy bűnös kiszivárogtatásra utal, amit úgy fogalmaztam ott közel Matolcsi úrhoz a Magyar Nemzeti Bank előtt, hogy bűnös tudatlanságon alapulhat, vagy tudatos bűnösségre utalhat. A végeredmény ugyanaz, hogy bizalmas adatokat szivárogtatott ki. Tehát a Magyar Nemzeti Bank hivatalos közleményben ugye cáfolja. Olyan, hogy lehet azt mondani, hogy valaki nem adott okot lopásra, ha a végén látszik a forint árfolyamán, hogy valaki ott azért nagyon nagy eredményt realizált, tehát hamarabb elindultak az árfolyam mozgások, mint ahogy a hivatalos bejelentés 4 órakor történt. Tehát Matolcsi kolléganője tényszerűen dokumentálta a főnöke alkalmatlanságát, ráadásul ez sikertörténetként akarták beállítani. A HVG talált valakit Londonban, a Nomura elemzőjét, aki névvel vállalta, hogy ő akkoriban hallott erről a történetről. Mert úgy így lehetett. Na de ez azért szűk körben. Ebből mi következik? Ebből az, hogy Matolcsinak le kell mondania, ugyanis ilyen, ez több, mint szarvas hiba. Ez vagy bűnös kiszivárogtatás, vagy bűnös tudatlanság. Ezt értem. Ilyen ember nem maradhat a pályán. A nyugati világban a bennfentes kereskedést, vagy annak azt lehetővé tévő információ kiszivárogtatás a legsúlyosabb jogi és etikai szakmai alkalmassági kritérium. Épeszű országban egy magára adó ember ezután nem marad a posztján. Hát voltak olyan megszólalások is már ezügyben, hogy bűncselekményt követett a Matolcsi, hogyha ezt követte el. De ő nem fog lemondani, induljunk ki ebből, mert ez a realitás. Ki tudja lemondatni? A piac le tudja mondatni, most ezt éljük. Tehát amikor a forint árfolyama olyan tragikus mértékig legyengül, mint most, amögött ott van Matolcsi megbízhatatlansága. Tehát egy alkalmatlan gazdasági miniszter elkövetve ilyen súlyos bűnös kiszivárogtatásokat, bűnös hibákat, ha bekerül kormányzati nyomásra a jegybank élére, és folytatja ezt a forint értékállóságát erősen aláaknázó magatartását, akkor egyszerűen a piac tudja arra kényszeríteni a forint további árfolyam változásával, magyarul a gyengítéssel, hogy nem bízik Matolcsiba. Tehát nem elég, hogy mi nem bízunk, ellenzék, nem bíznak a gazdaság szereplői se. Hát a gazdaság szereplőinek a többsége már az MSZP, illetve a kormányváltó összefogásnak a győzelmét árazza be, azt várja. De pont visszarendeződött az árfolyam. Épp azt nézem, 312.99 7 óra 5 perc. A 265 forinthoz képest? Na jó, képest? De hát mikor volt már 265 négy forint? Éve. Hát 4 éve. Pont 4 éve. Azt nem üti most vissza Matolcsi György a de azért, az de hogy nem is akarja, hát azt mondja, hogy neki nincs árfolyam célja. Mi a jegybanknak a alaptörvényben inflációs deklarált? Inflációs célja van. Árfolyam célja is kellene, hogy legyen, ugyanis ezzel a magyar embereket zsebeli ki. Kizsebeli a üzemanyag áron keresztül, kizsebeli a devizahiteleken keresztül, gyakorlatilag minden fogyasztási cikk vásárlásán keresztül, aminek importtartalma van. Tehát lehet, hogy egyeseknek jó a forintnak a gyengesége. Lehet, hogy egyes spekulánsoknak, valahogy mintha a Szijjártó nagyot realizált volna a múlt évben. Nagyon jól jön a forint árfolyamának a lengetése. Erre utal ez a könyv, hogy bizalmas információt szivárogtathatott ki Matolcsi, de az összes többinek nagyon rossz, az árfolyam gyengeségét mi fizetjük meg a számláinkon keresztül. Ha kormányváltás lesz, olcsóbb lesz a benzin, meg a dízelolaj? A célunk a MSZP, illetve a kormányváltó koalíciónak határozott célja, hogy egy erős, kiszámítható gazdasági pályát fusson be, és ennek eredményeként a forint stabilitása erősítése is biztosított. Tehát ennek a gondolatmenetnek a vége, ami egy kiszámítható gazdaság, erősebb forint, a vége az, hogy olcsóbb lesz a benzin. Ki fog ezért felelni az új kormányban? Én azt gondolom, hogy alapvetően a miniszterelnök, Mesterházi Attila, de azt is hozzá szeretném tenni, hogy a pénzügyek területén nagy valószínűséggel Bajnai Gordon is.
Tehát ő lesz a gazdasági csúcsminiszter? Én úgy gondolom, hogy felkészültsége tapasztalata alapján minden elfelé predesztinálja, hogy az úr kormányba mesterházi miniszterelnöksége mellett. Erről megszületett a megállapodás? Bajnai Gordonnal? Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy Bajnai Gordon ilyen vehemensen részt vesz a kampányba, és alapvetően érdekelt nem csak a győzelemben, hanem az követő gazdasági konszolidációban is, ez azt mutatja, hogy igen. Na várjon, a megfogalmazása ügyes. Ez a hivatalos MSZP-s közlemény, amit most megfogalmazott, ha úgy tetszik, vagy Józsa István magánvéleménye? Józsa István magánvéleménye, aki benne van a dolgok sűrűjébe. Tehát akkor ez az MSZP véleménye is egyúttal. Ön egyetért az MSZP véleménye. Én egyetértek az MSZP véleményével. Meg van a többi tárca tulajdonosa is? Nincs. Nincs. Tehát azt tudják, hogy Bajnai Gordon a gazdaság. Verseny van, ezt sem merném mondani, de verseny van, tehát mindenki a választási kampányban a tudása legjobbát teszi hozzá. Mit gondol a következő hetekben, lassan megismerünk neveket, hogy ha és amennyiben, akkor melyik tárcát kiviszi? Hát egyet biztos megismertünk, hogy Orbán Viktor gyáva, nem merte fölvállalni a vitát Mesterházi Attilával. Mert Orbán Viktor nem lenne a következő kormány része, én azt jól gondolom. De hogy ki fog ellene harcolni? Mesterházi Attila a kihívója, és Orbán Viktor már az első kihívásnál alul maradt, mert ki sem mer menni a küzdőtérre. Azt az érvelést, amit a Fidesz fogalmazott meg, azt úgy olyan elutasítják? Tehát, hogy sokkal egyszerűbb lenne a helyzet, hogyha a Fidesz tudna, hogy ki az igazi. Az egy gyalázatos érvelés, ugyanis teljesen világos, hogy milyen összefogás, milyen kormányváltó szövetségben ki milyen erőt képvisel. A legnagyobb erőt Mesterházi Attila és az MSZP képviseli, utána a gazdasági területet Bajnai Gordon képviseli, más politikai területeket, elsősorban liberális gondolatokat képviseli Gyurcsány Ferenc, Fodor Gábor, úgyhogy a zöld gondolatokat képviselik a Párbeszéd Magyarország politikusai, tehát megvan a kormányváltó szövetség, megvan az emberekben a hihetetlenül nagy elégedetlenség, felháborodás, hogy ezt a rendszert elzavarják, és Orbán Viktorék válasza ugyanezt a gyávaságot tükrözi, amit az egész kormányzati politikájuk alatt folytattak, hogy el akarják hazudni a lényeget. Olyasmivel válaszoltak, ami nem válasz. A választási küzdelemben, ha valaki bátran áll ki, akkor vállalja a vitát. Orbán Viktor gyáva nem vállalja a vitát. Ezt mondta Mesterházi Attila is, hát nyilván ezügyben is egy véleménye van, mint mondjuk Bajnai Gordon ügyében. Még visszakanyarodva a jövendő reményei szerint megalakuló kormányra. Abban Gyurcsány Ferencnek lesz szerepe? Ő úgy nyilatkozta, hogy kormányzati szerepet nem kíván vállalni. Ahogy én Gyurcsány Ferenc politikai mozgását látom, ő inkább az elméleti politika irányába mozdul és el. Fodor Gábor? Szabadságjogok. Fodor Gábor már volt környezetvédelmi miniszter, letette a névjegyét a természetvédelem a környezetügye mellett, tehát azt hiszem, hogy ez a választási eredménytől függően lehet egy. Na de hát ott vannak a Párbeszéd Magyarországért zöld politikusai, akik hát meg a környezetvédelemben mélyen benne egy vannak. Minisztériumban van miniszter, van államtitkár, ez mind zöld tárca. Tehát a környezetvédelmi miniszter Fodor Gábor, a gazdasági csúcsminisztérium vezetője Bajnai Gordon, mezőgazdaság. Mezőgazdaságban én úgy gondolom, hogy Gőgös Zoltán hihetetlen világosan lát a pályán, és azt is tudja, hogy mit kell rendbe tenni, de hadd ne menjünk bele egy kormányállításba, mert ez nem az én tisztem. De egy kérdésem még hadd legyen. Emberi erőforrás minisztérium, nem tudom, lesz nem ilyen. Nem lesz ilyen. Én úgy gondolom, hogy nem lesz akkor ilyen. Akkor visszadaraboljak. Ez az Emberi Erőforrás Minisztérium, ez a legnagyobb kudarca az elmúlt 4 évnek, a legtöbb sérelmet, társadalmi konfliktust ennek a minisztériumnak a tevékenysége de az nem attól van, mert ilyen neve okozta, van a minisztériumnak. De a struktúrából következik, hogy ledegradált ezeknek a területeknek a jelentőségét a kormányzat, azzal, hogy például az oktatás csak egy államtitkárság, és így tovább, tehát nem tud megjelenni a szakmának a súlya a akkor kormányzati akkor az oktatás munkában. Minisztérium, ha jól értem. Akkor ki a minisztere? Hát a mozgásokból látszik, hogy Hiller István. Szerintem fontos információkhoz jutottunk öntől. Már megérte eljönni. Örülök, hogy eljött. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.